Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Takács Jácint vagyok, mi vagyunk a PPH egyik 9-es szintű vezetőházas párja. Takács Anasztázia vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a PPH vezetői közül ma mi lehetünk a házigazdák. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, ez remélem nem bántó senki számára. Itt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom vállalkozóként a kereskedelemben dolgoztam, most viszont már a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységünk. Vas megyében, itt Kondorfán élünk, házasságban párommal Anasztáziával, és 6 gyermekünk van. Az én PPH előtti foglalkozásom vállalkozóként könyvelőirodát működtettem, majd a lányunk születése után ezzel felhagytam, és természetgyógyászatot tanultam, és azzal foglalkoztam, és azzal igyekeztem segíteni az embereket. Mára viszont már nekem is a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem a közös vállalkozásunkban. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, és 33 éve van saját szervezésű csapata, 31 éve hozta létre a PPH közösségét. Nagyon érdemes odafigyelni a tanításaira, főleg azokra, amelyeket a jövővel kapcsolatban mond, mert mindig úgy szoktak bekövetkezni, ahogy ő azt mondja. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, amely egyedülállóvá teszi őt a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy az egyetlen személy, akinek a vezetésével 4 különböző területen ért el egy szervezet piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudásterén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Szeretném megkérni, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket, mesterünk, szervezetünk alapítója és vezetője, Szedlacsik Miklós! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Nekem egy kicsit olyan fura. Szóval olyan, mintha az emberek azt gondolnák, hogy ugyanúgy kell élni a mai világban, mint mondjuk ezelőtt 40 évvel. 30 évvel. Tehát, mint mondjuk a múlt században. Tehát az emberek azt gondolják. Tehát most azt csinálják az emberek, mint amit mi csináltunk ezelőtt 30-40 évvel. Tényleg. Tehát azt csinálják. Tehát mi 30-40 évvel ezelőtt ugyanúgy, mint ahogy most az emberek, már a túlnyomó többségének, azt se tudtuk, mi az, hogy szellemiség. És mi is az anyaggal foglalkoztunk. Tehát
Azt se tudtuk, miért születtünk, azt se tudtuk, mi a küldetésünk. És mi azt csináltuk, mint a jelenlegi emberek, hogy az a legfontosabb dolguk, hogy elmenjenek nyaralni, meg hogy minél több anyagi javakkal rendelkezzenek. És én azt látom, hogy mintha az emberek így gondolkodásban nagyon le lennének maradva. Tehát ilyen 30-40 évvel. Tehát amikor mi nyaralni jártunk, akkor még az ismerőseink között, rokonaink között nem Magyarországra jártunk nyaralni. Azért nem Magyarországra jártunk nyaralni, hanem külföldre, általában tengerparthoz, mert ott garantált volt a jó idő. Magyarországon meg nem. És az meglepő volt az emberek számára, hogy mi megyünk rendszeresen évente egyszer-kétszer külföldre, és ott nyaralunk tengerpart mellett. És ha megnézed, ugye rá, hát mikortól? Tehát mondhatjuk azt, hogy olyan 2010 után, főleg akkor, mikor, tehát mondjuk 2010 után az emberek elkezdtek nyaralgatni. Tehát mi már a 80-as években mentünk, 90-es években is, és abba hagytuk az ilyen nyaralásokat, mikor? 2010-ben. Tehát körülbelül akkor hagytuk abba, mikor az emberek elkezdtek menni nyaralni. Tehát tudjátok, miért hagytuk abba? Mert elkezdtünk foglalkozni szellemiséggel. Tehát, mert rájöttünk arra, hogy nem az anyag, tehát nem az anyag adja meg a boldogulást, hanem ha az ember jól működik, itt belül az agya jól működik, érted? Akkor nem lesz gond az anyaggal sem. És erre kellett nekünk annak idején, ugye 84 bázosodtunk, kellett akkor hány év? 16-26 év? Igen, 26 év. Tehát, és ez nem korkérdés. Tehát gondoljátok végig, hogy 2012 december vége az nem most volt. Az lassan 12 éve volt. És akkor már szellemiséggel foglalkoztunk, hiszen mondtam, 2010-től foglalkoztunk fő tevékenységben szellemiséggel. És akkor már kérdezték tőlem az emberek, hogy mi lesz ebből, tehát 2010 első felében, vagyis 2012 első felében kérdezgették, hogy mi lesz ebből a világ végével. És mondtam nekik, hogy nem lesz világ vége. Hát de hát tele van a média avval, hogy világ vége lesz. Mondom, attól, hogy mit mond a média, az nem számít. Én meg tudom, hogy nem lesz. És azt is megindokoltam, hogy miért nem lesz. Mert azt nekem elmondták, hogy miért nem lesz, fentről. Mert nagyon sokan jó ember. Ezért nem lesz. Nem is lehet. Aztán utána mondták azt a fentiek, hogy kitoltuk a világ végét. Pont emiatt, mert sokan jó ember. És hát, ha a jó embereknek megváltozik a gondolkodásuk, ugyanúgy, mint nekünk. Tehát nekünk is megváltozott. Tehát ugyanolyan működésünk volt mondjuk a múlt században, mint most az embereknek. Tehát ugyanolyan. Érted? Tehát ez a múlt században volt, nem most. A múlt század, hát ha valaki foglalkozott mondjuk egy kicsit numerológiával, akkor tudhatja azt, hogy milyen
évszázadban élünk, milyen évezredben élünk, nem is az évszázad, az évezred, milyen évezredben élünk, az meghatározza az energiákat, a Földön lévő energiákat, és ez befolyásolja az emberek életét. És ez úgy működik, bizonyára észrevetted már, hogyha te energiák, az energiák ellen dolgozol, akkor baromi rossz lesz neked. Ha úgy működsz, ez most mondom azoknak, akik itt tanulnak, de lehet, hogy ez nagyon furcsa azoknak, akik még nem tanulnak itt, hogy még egyszer, ugyanez a mondat, hogyha az ember az energiák ellen dolgozik, akkor nagyon rossz lesz neki. De ha úgy dolgozik, úgy teszi a dolgát, hogy amilyen energiák jelen vannak, és tudja, hogy milyen energiák vannak jelen, és annak alapján működik ő, tehát úgy, hogy az energiák segítsék a munkáját, segítsék a tevékenységét, akkor nem rossz lesz neki, hanem nagyon jó lesz neki. És ezzel ugye az emberek nincsenek tisztában, mert ahhoz, hogy valaki mondjuk foglalkozzon asztrológiával, vagy numerológiával, már egy kicsit el kellene szakadni az anyagtól. Ez a kettő, ez mind a kettő, az asztrológia is, meg a numerológia testvérek egyébként, és ősi tudományok. Több ezer éves tudományok, és az emberek több ezer éves tudományokban nem hisznek. Érted? Tudomány. Több ezer éves tudományban nem hisznek. Miért? Mert ez a hülye anyag teljesen elvitte a figyelmüket. Érted? Pedig, ha tudnák az emberek azt, hogy az anyagot a gondolat hozta létre az energiából. Mondom, a gondolat hozta létre az energiából. Nem emberek hozták létre az anyagot. Az ember létre tud hozni vegyületeket, össze tud keverni különböző anyagot, és akkor létrejön belőle valami más. De az mondjuk a periódusos táblázatban lévő olyan anyagokat, amit minek szoktuk nevezni? Elemek, igen, köszönöm szépen, elemek. Azokat értelmes lények hozták létre méghozzá hozzánk képest szuper intelligens lények hozták létre tisztán az energiából. Érted? Mert minden anyag az egy tömörített energia. Tehát ők képesek voltak arra, hogy gondolatukkal összetömerítsék az energiát, és különböző anyagokat, elemeket hozzanak létre belőle. Érted? Az összes anyag a világegyetemben, beleértve a bolygókat is, a napokat is, így jött létre. Persze vannak azon felül elemek, amit itt a Földön, az iskolában tanultunk, és ami a periódusos táblázatban benne van. Hiszen már azóta is találkoztak olyan anyaggal, ami az űrből jött, ami nincs benne a periódusos táblázatban. Tehát az embereknek halvány lila dunsztjuk nincs arról, hogy hogy jött létre az anyag, mert ha tudnák, hogy hogy jött létre az anyag, akkor netántán elkezdenék használni az eszüket. Oké? Okay. De az emberek nem használják az eszüket, hanem olyanok, mint az állatok, az idomított állatok, hogy azt csinálják, amit a gazdája mond. Nézd meg! Azt csinálod, amit a média mond. Oké? Okay. Azt csinálod. Amikor mi elmentünk még nyaralni, nem volt tele a média azzal, hogy menj ide nyaralni, menj oda nyaralni, menj amoda nyaralni. Érted? Mióta tele van a média azzal, mert rájöttek, hogy az milyen jó biznisz,
Azóta tele van a média azzal, hogy hova menj nyaralni, és az emberek mennek nyaralni. Ugye ősidők óta, nem ősidők óta, de mondjuk évezredek óta, vannak olyan emberek, akiknek több volt, mint az átlagnak. Nem kicsivel, sokkal. Oké? Ha megnézed, régen csak a gazdagok jártak nyaralni. Tehát nem az elmúlt 50 évben, hanem mondjuk a háború előtt, vagy mondjuk 150-200 évvel ezelőtt. Mások nem mentek. Akkor ugye lehet örülnünk neki, hogy jobb boldogok lettünk, és már nem csak a gazdagok tudnak menni nyaralni, hanem hát mi is tudunk menni nyaralni, nem extra gazdagként. Elnézést. Szóval, ez nem rossz. De gondoljuk végig azt is, hogy anno annak idején a gazdagoknak volt ilyen szuper nagy házuk. Oké? A szegényeknek nem volt, vagyis az átlagnak nem volt, nem azt mondjuk, hogy szegények, átlag. Tehát én azt mondom, hogy például a nagyapámra, ha visszanézne bárki, azt mondaná, hogy hozzánk képest, az most mai világhoz képest szegény volt. Te passzus kucs, neked van 24 holdod, nekem volt, érted? Vagy hektár, vagy hold, nem tudom akkor mit mondtam. Tehát volt neki. Érted? De nem élt másként, mint a többi, aki mondjuk napszámos volt. Ő sosem volt napszámos. Sőt, több nyelvet beszélt, érted? És amikor az oroszok bejöttek, akkor ugye azt a családot, az ő családját nem bántották, mert ő volt a tolmács az oroszoknak. Érted? De nem élt másként, mint a többiek. Tehát nem élt másként, mint a napszámosak. Érted? De az azt jelenti, hogy mégis jobban élt, mert hát mondjuk őt nem bántották. Se a németek, se az oroszok. Érted? Nem ment kulák listára se, amikor a szocializmus beindult. Tehát gyakorlatilag rendesen élte az életét. Érted? Nem volt nélkülözés, nem volt éhezés náluk a családban. Ők nem éheztek, nem nélkülöztek. Érted? De nem csinálták azt, mint most az emberek. Érted? Hogy még egyszer mondom, régen a gazdagoknak volt nagy házuk. Nekik nem volt nagyobb házuk, mint a szomszédnak. Érted? Tehát a gazdagoknak volt nagy házuk. Most nem kell ahhoz gazdagnak lenni, hogy valakinek nagy háza legyen, sokat utazzon. Elég, ha egy kicsivel több a jövedelme, mint az átlag. Érted? De gondold végig, nem tudom te, hogy élsz, aki most nézed a videót, nem tudom, hogy élsz, te tudod. De gondold végig, vajon mikor fogsz ráunni arra, ami kitölti az életed nagy részét? Például a gazdagoknak kitölti az életük jó részét, hogy tudom én, szórakoznak meg. Költik a pénzt, de ráunnak. Érted? Tehát tudod, mi a baj az anyaggal? Az a baj az anyaggal, hogy eléred, és onnantól kezdve azt, amit elértél, az nem cél. Ki kell találni egy új célt. Ezért van az, hogy akik férfiként nem találnak ki új célokat, meghalnak. Vagy ha nem kap az asszonytól célt, ugye az asszonyok mindig ki tudnak találni célt a férfiaknak.
Vagy nem így látjuk férfiként? Mindig kitalálnak valamit, hogy mit kellene megcsinálnunk, nem? Vagy elérni. Mit kellene elérni? Mindig. Tehát, hogyha nincs cél, akkor a férfi az földobja a talpát. Szó szerint. Ezért van az, hogy nagyon sokan nyugdíj környékén meghalnak. De nincsenek új célok. Szóval, hát ez a baj az anyaggal. Hogy az anyag az egy olyan természetű dolog, hogyha elérted, onnantól kezdve az nem cél. Tehát ezért gondold végig, az életedben hány célt kellett kitűznöd, amit el akartál érni. Mit tudom én, hát már nem tetszett a festést, na akkor festessünk ki, nem? Nem tetszett a kövezet, akkor csináljunk új követ. Nem tetszett a növény a kertbe, akkor cseréljük le a növényeket. Nem tetszett a kerítés, nem tetszett a házméret, stb. Akkor változtassunk rá. Hány cél volt? Ja, kezdjük azzal, hogy még nincs párod, akkor megszerzem ezt a hapit, vagy megszerzem ezt a csajt, nem? Az is egy cél volt, nem? Hát hány cél tűztél ki már az életedben? És ugyanígy voltam én is, ne, hogy azt higgyétek, hogy nem. Csak a múlt században. Tehát gondold végig, amikor te célokat tűzöl ki, ez se jó így, legyen több, legyen nagyobb, legyen jobb, legyen szebb, stb. Stb. Régen nem volt így. Jó, évente kimeszelték a házat, az egy dolog, de nem mondták azt, hogy kicsi, azt építsünk nagyot, meg kevés az egy tehén, ami, vagy kettő, ami húzza a szekeret, mert úgy általában olyan tehén volt, amelyik ugye nem adott tejet, hát akkor legyen négy fogatos tehén, vagy legyen ló helyette, érted? És akkor ne kettő, hanem négy. Tehát régen nem volt ilyen, érted? Tehát nem kellett több. Nem kellett több. Igaz, hogy gyerekből volt több, abból volt, mert abból nem annyi volt, mint most, de legyen még egyel több, meg még egyel több, és akkor így összejött időnként 6-8 gyerek is. Szóval, de gondold végig, és azt mondod, hogy más világ. Nem. Nagyobb lett az ego. És ezt tudod, mikor alakult ki? Ez a mérhetetlen ego? Hát az ezerrel kezdődő évben, években. Érted? És nagyon érdekes, mert onnantól, hogy a múlt században ugye elindult a múlt század, az 1900-ban, hogy elkezdett így megváltozni az egész. Tehát pedig a 9-es, ugye az a szellemiség száma. És ahhoz képest valahogy a múlt század az nem termelt szellemiségeket, mármint tömegesen. Miért? Mert mindig az az energia érvényesül, amelyik a számsor elején van. És a számsor elején az egy egyes volt, az pedig az egyes, az az ego, az az én. Én, ego növelő. És nagyon érdekes, hogy ugye mit hozott a 9-es? Tehát a 9-es az is ego növelő abból a szempontból, hogy egy 9-es az vagy tényleg így van, vagy azt gondolja, hogy mindenhez ért. Érted? Hát a 9-es szám az így működik, hogy annak a gazdája az azt gondolja, hogy mindenhez ért. Nem, lehet, hogy nem is csak gondolja, hanem valóságban is így van, de ez inkább csak gondolják. És most gondold végig, ha egy ember azt gondolja, hogy ő mindenhez ért, az igencsak ego növelő.
És a múlt század az így indult, ráadásul a nullák, azok erősítik az előtte lévő energiát. Tehát most gondold végig, úgy indult a múlt század, hogy volt egy egyes, ami eleve ego, volt a kilences, amelyik mindenhez ér, majd ő megmutatja, hogy milyen okos ügyes, ez a kilences. És ehhez képest már is ott volt 1914-től, vagy mikortól a háború. Érted? Gondold végig. Miért? Mert ha megnézzük, ugye a 14 is 5-ös, na az meg az optimista ember, ugye az 5-ös. Na most egy optimista ember is úgy működik, hogy az 5-ösök meg igen nagy egójuk van általában. Tehát valahogy ez így összeállt így az egész, és létrehozott egy első világháborút, majd létrejött egy második világháború, nagyon érdekes, 14-41. Érted? Megint az ego, a 41-jel az ego, az 5-ös, érted? Tehát a 14 létrehozta a világháborút, meg az 1-es, 9-es, az elsőt, a 41 meg létrehozta a másikat, nem a 39 hozta létre, mert a világháború az 41-ből kezdődött. Oké, maradjunk ennyiben. Jó? Tehát az azt jelenti, hogy ugye addig csak háború volt. Most is van háború. Szóval lényeg az, hogy ezt most miért mondom? Mert ezek a számok, ez az 1-es, 9-es és az egyéb számok is, ha megnézed, mit hoznak létre? Létrehozták a mérhetetlen egójú emberiséget. Érted? És az ego az azt jelenti, hogy leszarok mindenkit, csak én vagyok a fontos. Ez ezt jelenti. Oké? És, de ez a múlt század. Hát ezen túl kellene lépni. Nem. Nem vetted észre, hogy nem egyessel és nem kilencessel kezdődik az évszám. Nem vetted észre? Ráadásul, ha megnézed, ugye az egyest meg a kilencest összeadod, az egy tízes. Az is egy egyes. Ráadásul olyan, hogy a nulla az tízszeresére emeli annak az energiáját. Tehát így akkor már lehet, hogy elkezd eléggé világos lenni, hogy a múlt században miért növekedett meg ilyen brutális módon az emberek egója. Érted? Tehát az 1900-zal, ha az 1-est meg a 9-est összeadjuk, az egy 10-es. A 10-es az meg 10-szer akkora egójú, mint az 1-es. Érted? És vajon miért lehet az, hogy a múlt század elejétől lett a nőknek egójuk? Addig nem volt. Hoppá! Mondom, a múlt század elejéig nem volt a nőknek egójuk. És a múlt században a nőknek is szépen kialakult az egójuk. Hát persze, mert 1 meg 9 az 10. 10-es évszázad. De nem 10-es évszázadban vagyunk, könyörgöm, hanem 20-as évszázadban vagyunk. Az meg tudod, miről szól? A 2-es. Mások segítéséről. A 20-as esetében pedig brutál módon meg van erősítve a segítő energia. És az egóba fektetett energia ellentéte pont a segítő energia. Érted? És az emberek továbbra is a múlt század energiája alapján élnek, az emberek tömegei, és nem jönnek rá arra, hogy az egy múlt idő. És nem veszik észre, hogy ezért vagy boldogtalan. Mert az energia ellened van, nem érted? Világos voltam? Tehát észbe kellene kapni, gondolkodni kellene. Van egy ősi tudomány,
amelyet úgy hívják, hogy numerológia, és abban vannak a megoldások. Ha numerológiával megnéznéd a születési dátumodat, ott van a megoldásod, hogy te miért születtél erre a nyilvánvaló bolygóra, érted? Ott van a megoldás. Tudnod kellene, hogy mi a francért kellett neked ide születni. Érted? Nem azért, hogy egyél, igyál, gyerekeket csinál, akkor utazgass, minél több anyagi javad legyen. Nem ezért születtél. Ez valahogy nincs benne a küldetésedben. Képzeld el, azóta, mióta elkezdtünk foglalkozni szellemiséggel, az azt jelenti, hogy a szellemiség tehát mit hoz létre? Létrehoz dolgokat. Tehát anyaggal mivel tudsz létrehozni dolgokat? Tehát anyagot mivel tudsz létrehozni? Úgy értve, hogy ha anyaggal működsz, mit tudsz létrehozni? Azt tudod létrehozni, hogy valamit meg tudsz változtatni. Érted? És mivel hozod létre? Kezeddel. Érted? Mondod azt, hogy géppel, de a gépet is kézzel csinálták. Azt mondod, hogy azt is géppel csinálták, de ha visszamegyünk a gép első létrehozására, ami létrehozta a gépet, ami létrehozta a másik gépet, a harmadikat, egyszer csak kiukadunk a kézhez. Világos volt? Tehát az anyagot a kezünkkel módosítjuk, a kezünkkel változtatjuk, vagy nem így van? Ha nem is közvetlenül, de közvetett módon. Ami azt jelenti, hogy azt a gépet valakik a kezükkel létrehozták. Vagy annak az ősét. Világos voltam? Tehát, ami azt jelenti, hogy kézzel csinálsz dolgokat. Kézzel. És mindenbe arra van szükséged, hogy abba szó szerint munka legyen. Érted? Munka. Most gondold végig, ha úgy működhetne az életed, hogy gondolkodsz, létre szeretnél hozni valamit, és az létrejön. Ám egyszerűbb lenne, mint kézzel csinálni. De nyilvánvaló, hogyha mondjuk gondolkodsz azon, hogy le kéne vágni a füvet otthon, és gondolkodsz azon, hogy levágódjon magától, az nem fog működni. Jó? Természetesen. Jó? Tehát miért? Nagyon egyszerű, mert anyagról van szó. A fű is egy anyag. És az, hogy abból a nagyból legyen egy kicsi, ahhoz módosítani kell. És hogy módosítjuk? Mivel? Kézzel, nem? De mondod, hogy fűnyíróval. Persze, de a fűnyírónak is a legelső fűnyírót kézzel rakták össze. Nem automata gép, érted? Szóval ahhoz is a fizikai munka kapcsolódik közvetlenül, hogy módosítsa annak a fűnek a méretét, nem? Tehát én nem ilyen dolgokra gondolok. Nem tudom, ki mit csinál, mindenki saját maga tudja, hogy mit csinál. De szeretném nektek azt elmondani, hogy mondtam az imént egy dátumot, átrakták a 2012 évvégét 2035 évvégére. Oké? Ami azt jelenti, hogy ketyeg az óra.
Fogy az idő. 2012-ben még azt mondta az ember, de jó, hol van még az a 2035? Azt mondta az ember, hogy ó, hát még addig van 23 év. Ó, hol van az még? Majdnem negyed század. De már nem annyi van. Már csak 11 év. Már több, mint fele letelt. És mi az, hogy 2012? Az azt jelenti, hogy ez olyan, mint mikor van egy kísérleti kutatóintézet, érted, ahol kísérleteznek, kutatnak, kísérleteznek, és kiadnak nekik egy feladatot, és azt mondják, hogy 5 éven belül mondjuk ezt fel kell találni. Ki kell kísérletezni, meg kell kutatni. Létre kell hozni a végeredményt. 5 év van rá. Addig finanszírozzák. És ha 5 év múlva nincs eredmény, nincs meg az az eredmény, amit szeretnének, fogják és felszámolják a kísérleti kutatót. Azt a csoportot, vagy akár az egészet, érted? Úgy, ahogy van. Na, ugyanez van velünk. Lejárt az idő. Tehát a kísérlet az volt, hogy az emberek nem emberként, hanem isteni lényként lejönnek egy emberi testbe, előtte persze kitörlik a tudást, mert nem bírnád ki az emberi testet, azzal a tudással, amivel rendelkeztél, de még egy előző életi tudással sem bírnád ki. Fogták, kitörölték, lejöttünk, bevállaltuk azt, okay, hogy megéljük a rosszat. Mert odafönn nincs rossz. Ahonnan legalábbis mi jöttünk, onnan nincs. Ott nincs. Mármint az emberiség jött. Ott nincs rossz. És ezáltal, hogy ne járjunk úgy, mint Lucifer és csapata, ezért nekünk bevállaltuk, hogy megéljük a rosszat. És amikor képesekké válunk arra, hogy határozott különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között, akkor visszamehetünk. Oké. És ezt azt mondta a legtöbb lélek, aki ide lejött, bebújt az emberi testbe. Ó, hát milyen nem gond ez? Hát egy élet alatt simán. Hát egy élet alatt simán megcsinálom. És ahhoz képest a legtöbb ember már itt, ami a hanyadik életet éli. Életét, emberi életét. Csak ezzel van egy bökkenő, hogy a kísérlet lejárt. 2012. december 31-jel csak azért nem szüntették meg még az emberiséget, mert sok a jó ember. Csak alszanak. Föl kellene őket ébreszteni. Érted? Ilyen élik, vagy alszanak ilyen csipke rózsika álomban. Érted? Tehát ugye mit csinálta a királyfia csipke rózsikával? Megpuszilta. Nem? Vagy megcsókolta, és felébredt. Mivel tudod felébreszteni az embereket? A szereteteddel. Értem? A szereteteddel tudod felébreszteni. Ott van a mesében. Tehát fel kellene őket ébreszteni. Tudod, hogy működik, amikor az ember elkezd szellemiséggel foglalkozni? Úgy, hogy nem kell kitűzni anyagi célt. Nem kell. Mert a szellemiség, a küldetésed, azt tudod milyen? Olyan, hogy nem tudod tökéletesen beteljesíteni sose, ha mondjuk 500 évig élnél, akkor sem. Mert a küldetésedben mindig lehet továbbfejlődni. Tök mindegy, hogy valaki
40 évig él, vagy 120 évig él, a küldetését tökéletesen nem tudja beteljesíteni. Oké? Mert a küldetésben állandóan lehet továbbfejlődni. Állandóan. Tehát gondold végig, ez egy olyan cél. A szellemi célok ilyen célok, hogy nem tudod beteljesíteni. De szellemi cél nem kell 100 egy életben, vagy 200, vagy 500, mint az anyagi világban. Elég egy. És haladsz a szellemiség felé, haladsz a küldetésed felé, érted? És az anyagot meg azt mondod, hogy ja, most ez kell, akkor most kifizetjük, ezt megvesszük, megcsináljuk, vagy megcsináltatjuk, érted? Miért? Mert ha küldetésed felé haladsz, és az minden esetben szellemiség, akkor lesz elég pénzed. Hát gondold végig, van itt 8 milliárd ember, most már több, nem tudom mennyivel, mindegy, egyszerűség kedvéért számoljunk ebben. Az két felé oszlik. Vannak az elnyomók, és vannak a szociális emberek. Most mondhatnánk az elnyomókra, hogy akkor van az antiszociális, az az elnyomó, meg vannak a szociális emberek. A szociális emberek azok a bolygó 80%. Az antiszociális a bolygó 20%. Annak a 20%-a nagyon veszélyes elnyomó. Hát a 4% a bolygónak. De nem a 4%-kal van gond, hanem a 20%-kal. Tudod miért? Mert ők bennük van egy olyan kényszerképzet, az antiszociális emberekben, hogy ők úgy tudnak csak boldogulni, ha a többieknek rosszabb. Érted? Tehát ezért aktívan tesznek azért. Akár burkoltan aktívan tesznek azért, nem nyíltan, hogy az embereknek rosszabb legyen. Tehát másoknak. Neki jó legyen. Tehát mondom, ez egy kényszerképzet. Azt gondolja, hogy ha másoknak jobb, akkor az nekik rosszabb. És ebben nem változnak meg. Nem tudod őket megváltoztatni. A szociális emberekben nincs ilyen kényszerképzet. A szociális ember az úgy működik, hogy ha másoknak jobb, akkor nekem is jobb. Vagy ha nekem is jobb, akkor legyen másoknak is jobb. Ez a szociális hozzáállás. Na most, de a szociális emberek 6,4 milliárd bazisok. Érted? 6,4 milliárd embernek ki kéne nyitni a szemét. És ez nem fizikai munka. Na erre vár gombot. Semmi köze a fizikához. Tehát, mit tudom én, nem úgy fogod kinyitni a szemét, hogy mondjuk fogsz egy karot, az fejbe vágod. Nem. Hanem, mit mondtam az előbb, mi az alapja? Szeretet. Így van. A szeretet az alapja. Tehát, ha az emberek felé szeretettel közelít egy ember, akkor azelőtt csak az antiszociális menekül. Oké. A szociális, nem? Tehát 6,4 milliárd. Nem tudsz még egy olyan dolgot a Földön, amiben 6,4 milliárd embernek szüksége lenne rád. Érted? Nem tudsz még egy ilyet. Mert miért? Gondold végig, világvége az azt jelenti, hogy elpusztítják az emberiséget. Most, hogy milyen formában, most ez részletkérdés, erről is tudok részleteket, de nem ez a lényeg, mert most erről nem fogok beszélni. Jó? De nem azért csináltak egy kísérletet ezelőtt, elkezdték 1,5 millió évvel, hogy ezt a kísérletet olyannal fejezzék be, hogy
hogy el kell mindent pusztítani. Érted? Mert eddig is volt előző emberiségek elpusztítása, de a bolygót nem kellett elpusztítani. Most pedig ez is ott lebeg az éterben. Jó? Tehát lényeg, hogy egy kísérletet nem azért hoznak létre, hogy utána lezárják azzal, hogy na, ez a kísérlet nem jött össze. Főleg úgy, hogy a 80% a bolygónak jó ember. Érted? Csak alszik, alvó ember. Szó szerint. Tehát látod, hogy ott megy az utcán, de olyan, mintha aludna. Tudod. Nem? Meg látod, hogy úgy kinéz a fejéből, de azt is látod, hogy valahogy nem sok. Tehát tényleg olyan, mintha aludna, ilyen ébren alvók lennének, tudod, mint ez a alvajárók lennének, szó szerint. És akkor, mit tudom, fogja, és akkor sok, mondjuk több ilyen alvajáró összeül, és beszélget a semmiről. Érted? És eszükbe nem jut, hogy valami olyanról kellene beszélni, aminek van értelme. Minek van értelme? Ami jobbá teszi az emberek életét, mondjuk az övékét. Érted? Olyanról kellene beszélni. Nem olyanról beszélnek, hanem olyan dolgokról, aminek az ég adta világon semmi értelme. Arról még nem is beszélve, amikor sok esetben két ember ül össze, és beszélgetnek, és az egyik húzza le a másikat a sok panasz áradatával. Arról nem is beszélve. Az még az se, hogy egy kicsit jobban érezzék magukat, hogy ott elröhögcsélnek a hülyeségen. Még az se, hanem az van, hogy fogja az egyik, és elszívja a másiktól az energiát, érted? Mert neki nincs. És akkor a másik is olyan kómás, mint ő. Látom, ismerős, amiről beszélek. Érted? És ez van, ez van. És akkor nézegetik, pörgetik a telefont, érted? Én is pörgettem, mert nem némítottam le. Gyorsan el kell némítanom, nehogy itt megszólaljon. Pörgetik a telefont, érted? És nézik a sok hülyeséget benne. Érted? A nagyobbnál nagyobb hülyeségeket. Aminek megint csak semmi értelme. És akkor az a szórakozása, hogy ott olvasgatja az olyan dolgokat, ami ennyivel nem teszi jobba az életét. Érted? Tehát nem azt mondtam, hogy ne használd a mobiltelefon. De most gondold végig. Azt mondja, hogy 94-ben vettünk, tehát senki nem utazott még a rokonságba. Anyuval összeszámoltuk, mikor még legény voltam, hogy mennyien vagyunk a családban, a rokonságban, a nagyapától kiindulva, és akkor voltunk valami 160-valahány. És akkor, mikor mi nyaralgattunk, az egész rokonságban senki. Mikor megvettük az első nyugati autónkat, 93-ban, mindenkinek még, akinek volt akkor autója, csak szocialista autója volt, és nem kis nyugati autót vettünk, nagy nyugati autót vettünk. Ja? Tehát én nem szerettem a kis autókat sosem. No szóval, lényeg az, hogy ezt most miért mondom? Mert gondoljátok végig, nekem az első autóm 79-ben volt, majd házasság után lett a második autóm 84-ben, tehát 5 év múlva. Na és akkor onnan számítva, azóta a második autó, azóta a 20. autónál tartunk. És abból 93-ban azt mondja, hogy az a negyedik autó volt, tehát előtte volt 3, negyedik autó volt, és 93-tól lett 16 autó, és annak a nagy része
üzleti érdekből lett véve. Érted? Tehát nem azért lett véve, hogy ide-oda rohangáljunk vele, hanem mert pénzt hozott. Érted? Sőt, már 87-ben vettünk olyan autót, az egy furgon volt, ami pénzt hozott. Érted? 87-ben. Tehát onnantól 93-tól, mikor az első nyugati autót megvettük, azért vettünk nagy autót, mert meg kellett jelennem. És nekem 93 óta meg kell jelennem. És nem jelenhetek meg akármilyen autóval. Érted? Mert ha megjelenek akármilyen autóval, akkor az nem pénzt hoz, hanem pénzt visz. Érted? Na most akkor nézzétek meg, hogy az emberek vajon hány százaléka működik úgy, hogy neki az autó nem pénzt hoz, hanem pénzt visz. Érted? Az a nagy része. Pénzt visz. Miért? Mert azért vesz autót, mert másnak is van. Mi nem azért vettünk. Nekem akkor is volt autó, amikor még a legtöbb embernek nem volt autója. Érted? A családban senkinek nem volt, a rokonságban senkinek nem volt autója, nekem már volt autó. Igaz, hogy nagymamám vette, de ez egy dolog. Érted? Nem én vettem. Sőt, mikor összeházasodtunk, annak az első autóját is a nagymamám vette. De az én nevemen volt, persze. Jó, tehát egyetlen unokája volt. Megtehette, hogy nekem vegye. Szerettük egymást nagyon. Ő nevelt elég sokat. Tehát volt szüleim, de nagymamánál sokat voltam. Jó, tehát gondoljátok végig, ezt most csak azért mondom, hogy az emberek nem ezért vesznek dolgokat. Nem ezért vesznek. Tehát azért vesznek, mert másnak van. Csinál gyönyörű kerítést, mert a lepipálja a szomszédot vagy ott az utcában lévő másikat, érted? Azért vesz nagy autót, mondjuk egy Audit, vagy egy BMW-t, vagy egy Mercedes-t. Nem vennék, ha hozzám vágnák se. Mert minden bunkó azzal jár, érted? Ezeken az autókon még index sincs. Nem tudom, észrevetted-e. Nem raktak rá indexet. Mert úgy kanyarodnak, hogy sose indexelnek. Érted? Nem raktak rájuk biztos indexet. Ez olyan, nekem olyan autó nem kell, ami nincs index. Oké. Nem is volt sose ilyen autó, nem is lesz. Nem vagyok ki, ha én nem, érted? Tudod, hány olyan ismerősöm van, hogy azért vett BMW-t, vagy Mercedes-t, vagy Audit, hogy ő legyen a ki, ha én nem. Érted? 93-tól olyan autóim vannak, amiből kevés van viszonylag. És kimész, megnézed, nem nagyon látsz olyan autót, mint ami nekem ott kint áll. Van, de nem nagyon látsz. Oké? Miért? Én nem olyan akartam lenni, mint a többi. Érted? Sose. Mindig azt akartam, hogy például nekem nem volt Ladám. Tudod mi volt? Moszkvicsom. Miért volt Moszkvicsom? Mert abban kevés volt. Ladában meg annyi, mint a szemét. Érted? És én nem akartam olyan lenni, mint a többi. Most se vagyok olyan, soha nem is akartam. Érted? De ez azt jelenti, hogy az mindig fontos szempont volt, hogy árértékben jó legyen az, amit veszek. Bármi legyen. Bármi. Nem csak az autó, minden árértékben jó legyen. Árértékben a BMW, Audi, Mercedes sose volt jó. Árértékben. Soha. Oké? Okay? Jó, de nem csak erre vonatkozva, hanem másokra is. Természetesen, ami azt jelenti, hogy vannak, akik sznobok,
És az a lényeg, hogy a legdrágábbat vegye. Érted? Hát én soha nem voltam sznob. Engem az érdekelt, hogy árértékben melyik a legjobb. Kész, többi nem számít. És persze, hát ahhoz, amilyen státuszt betöltöttem. Természetesen. Jó? Tehát eleve én nem akartam mondjuk olyan autót, aminek a tulajdonosa után köpnek egyet, érted? Csak az autó miatt. Hát emlékezz, annak idején volt egy olyan elnevezés, hogy paraszt merci. Na az melyik volt, emlékeztek? A Lada 1005. Így van. Nekem is 1005-ös autóm volt, mert a Moszkvics eleve 1005-ös volt. De nem paraszt merci volt. Oké? Okay. Jó? De nem is ez a lényeg. Csak azért, hogy megértsd az én saját működésemet, hát, ha valamilyen szinten megpróbálsz vele szimpatizálni. És képzeljétek el, mióta elkezdtünk ugye szellemiséggel foglalkozni. Ugye nekem ki kellett taposni az utat, mert amit csinálunk, az bolygó szinten egyedülálló. És ugye mivel én alapítottam az egészet, ki kellett taposni. De hát ugye a cég az nem akkor lett alapítva, mert az 94-ben alapítottam. Nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy a szellemiségnek köszönhetően bármikor, tehát nem kell kitűzni célt, anyagi célt, érted? Tehát anyagi célt nem kell kitűzni. És meg tudunk bármit venni bármikor készpénzre. Érted? Hitel nélkül. De ami azt jelenti, hogy nem akarunk mindenféle baromságot megvenni. Nekünk van egy 115 négyzetméteres házunk, nem akarunk 300 négyzetméter. Így is időnként még a 115 négyzetméterben is, mivel ilyen hosszú elalakú ház, érted? És keresgetjük egymást. De tényleg. És akkor ott kiabálunk, hogy hol vagy. Hát igen, mert az egyik pont a másiktól az azt mondja, hogy hát ilyen 20-valány méterre van, tudod? Nem mondom keskeny hosszú, de elalakban. Tehát bőven elég. De nem akarunk nagyobbat. Tehát ott minden kényelmünk megvan, bőven jó. De hát emberek szórják a pénzt. Tehát gondoljuk végig, egy olyan világban élünk, mindig ilyen volt a világ, hogy ha vannak emberek, akiknek több van, akkor másoknak annyival kevesebb. Tehát olyan nincs, hogy végtelen mennyiségű pénz. Tehát nem létezik. Nincs ilyen. Tehát az érték az adott ezen a bolygón. Érted? És annyi lehet a pénz, amennyi ezen a bolygón az érték. Ami értéktelen, azt nem fejezhető ki pénzben. Nyilvánvaló. Tehát maga az érték, az igazából pénzben mérhető. Érted? És nem abban mérhető, hogy mit tudom én mondjuk, egy ilyen egér mondjuk 5-6 ezer forint. Hogy ezt azt mondják, hogy akkor innentől kezdve vonjuk ki a piacra, és akkor el lehet adni. Tehát az egereket vonjuk ki a piacra, és el lehet adni 6 millióért, érted? Mert ugye ez így működik ma a világban, hogy kereslet-kínálat. Hogyha valamiből kevés van, akkor föl lehet pumpálni az egekbe az árat, érted? Vagy ha valamire nem kevés van, ami nagy a kereslet, akkor föl lehet pumpálni az árat. De ez nem az érték. Attól ez nem fog érni 6 millió forintot, érted? Mert annyit adnak érte. Világos volt, amit mondtam? Tehát egy olyan világban vagyunk, ahol az emberek szórják a pénzt.
Szó szerint, ha nem, nincs elég, akkor fölvesztek hitelt, és azt szórják. Tehát szórják a pénzt. De gondold végig, úgy szórják az emberek a pénzt, hogy tehát nincs több. Nincs több pénz. Tehát nincs több érték a Földön. Tehát azért van most több érték a Földön, mint mondjuk 200 évvel ezelőtt, mert több értéket hoztak létre. Érted? Tehát és ezért több pénz van. De az nem azt jelenti, hogy ezáltal a bolygón mindenki jobb módú. Tehát ha a régebben ez úgy működött, hogy a gazdagoknál volt, a jómódúak gazdagoknál volt a jövedelem, tehát a vagyon, tehát ami vagyonban mérhető, 80%. Most lassan ott tartunk, hogy 1%. Tehát nem 99, tehát az 1% kezében van lassan a 99%. Érted? Lassan itt tartunk. Tehát ami azt jelenti, hogy egyre több olyan ember van, akinek kevesebb a pénze, és egyre több olyan ember van, vagy egyre kevesebb olyan ember van, akinek meg sok pénze van. És ezt nem látják át az emberek, és azt se látják át, hogy az anyagból, ha kettő anyagból kihozol valami szebb dolgot, akkor az többet ér. Persze, ezt látják. De azt nem látják át, hogy a gondolatokkal hozunk létre mindent. És ha gondolkodunk, akkor sokkal több dolgot tudunk létrehozni. Érted? A gondolatokkal. Ezért mondtam, hogy gondold végig, emberek dolgoznak a pénzért, végeznek fizikai munkát, kitűzik a célokat, az anyagi célokat, hogy elérjék, közben meg a szellemiséggel történő foglalkozást végeznének, akkor nem kellene anyagi célt kitűzni, hanem itt, amit akarnak, megvesznek. Érted? Na most miért fontos ez? Gondold végig, hogyha az anyag a cél, akkor te az anyagnak vagy a rabszolgája. Érted? Szó szerint, mert mindig az anyagért fogsz dolgozni. Az azt jelenti, hogy anyag rabszolgája vagy, és ezt ki is használják. El akarták érni az emberiség jó részénél, főleg itt a nyugati társadalomban. Elkezdték ezt 100 éve, meg is csinálták. És az emberek az anyag rabszolgája. Sok esetben még más embernek is a rabszolgája, nem csak az anyag. Ami azt jelenti, hogy itt ülőket megkérdezném, hogy kinek van, vagy ha nyugdíjas, akkor kinek volt főnöke. Én nekem azt mondja, hogy 93 óta nincs főnököm. Akkor számolt ki hány éve, jó? Hát nincs. Szóval, tehát az emberek nagy részénél elérték, sikerült elérni, hogy hát ilyen szolga, vagy rossz esetben rabszolga munkát végezzen. Tehát, hogy a főnöke is van, meg az anyagért is dolgozik, akkor rabszolga. Ha csak az anyagért dolgozik, de nincs főnöke, akkor szolga. Oké? Tehát a vállalkozók jó része is szolga, mert az anyagért dolgozik. Tehát az anyag szolgálja. Nem kéne szabadnak lenni? Tehát gondold végig, odafönt, óriási szabadság. Miért? Mert minden a szellemiségtől függ. Az anyag egy kis része az életükre. Egy nagyon kis része. Itt lent a Földön az emberek szolgák, vagy rabszolgák, mert az anyagtól függnek. És közben ugyanaz a lélek van bennünk, mint ott fönt volt. Érted? Csak eladtuk magunkat az anyagnak. Tehát az anyag nem cél, az anyag egy eszköz. Érted? Gondold végig. Ha te megeszel valamilyen anyagot, mert remélem nem valami műanyagot eszel,
nem, hanem anyagot, akkor gondold végig, az anyag az csak egy eszköz, amit bevittél, hogy ne legyél éhes, nem? Nem? Hát ez egy, az az anyag, amit megeszel, az egy eszköz arra, hogy ne legyél éhes, ne halj éhen, stb. Stb. Nem. Nem cél. Nem cél. Fordítva jössz a lovon. Ezért olyan, mint mikor arra szeretnél menni, nem, arra szeretnél menni, a lófeje meg arra van, és így ülsz, érted? És miért megyek hátrafelé? Hát mert a ló megy hátrafelé, nem veszed észre. Érted? Hát de arra akarok menni, és ütöd a seggét a lónak, és egyre gyorsabban halad hátrafele, érted? Hozzád képest. Hát így ülnek az emberek a lovon. Hát azt hiszik, hogy az anyag az cél. Az anyag nem cél, eszköz. Érted? És ha mondjuk olyan eszköz, olyan dolgot kell szolgálnia, mint eszköz, hogy mondjuk, mit tudom én, jól érezd magad, akkor megcsinálod, hogy jól érezd magad. Érted? De az, hogy jól érezd magad, az se cél. Az is egy eszköz. Érted? Na mi a cél? Egy cél van a Földön. A küldetésed. Nincs más cél. Az összes cél az csak egy eszköz. Az olyan eszköz, mint, mit tudom én, egy autó szerelőnek a szerszám. Szerszám nélkül nem halad a munkába. Érted? Tehát ezért végig kellene gondolni, azért kaptál ide bele egy kis agyat. Tudod, nem káposzta a lélőtyögidben. Nem, nem. Hanem agy, amivel gondolkodni kellene, hogy merre felé kellene haladnom, érted? Küldetésem nincs, azért születtem, csak egye, igya, aludja, gyerekem legyen, felnevelje, majd ha nincs, mint ha főneveltem, akkor majd legyen unokám, jókat zabálja, minek élek, ha még inni se ihatok, vagy minek élek, ha dohányozni se dohányozhatok, érted? Hát ilyenfajta gondolkodás, de milyen primitív gondolkodás ez? Gondold végig. Nem ezért vagy itt. Hát az állat azért született, hogy egyen, igyon, része legyen a természetnek, hogy mondjuk a csirkét megegyük, érted? Hát azért van. De az ember nem azért van, hogy valaki megegye. Nem? Nem azért van. Tehát mi nem vagyunk része a táplálékláncnak. Megnézed az összes élőlényt itt a Földön, tápláléklánc része. Mind egytől egyik. Mi nem? Nem vagyunk része. És akkor ugyanazt csináljuk, mint az állatok. Most akkor azt mondja az állat, hogy szaporodjunk, azt mondja az ember is, hogy szaporodjunk. De eddig futja a gondolkodásra, hogy szaporodjunk. Hát akkor ugyanott tartunk, mint az állatok, nem? Körülbelül annyi sütnivalónk van. Nem. Nem. Nem ezért vagyunk itt. Tehát be kellene látni, hogy nem ezért vagyunk itt. És bárki, aki azt gondolja, és megpróbál meggyőzni, hogy ezért vagyunk itt, akkor tud, hogy egy nagyon hülyével beszélsz. Oké. Tehát nagyon látni egyébként, hogy miért megy le a társadalom hangulata. Nem csak azért, hogy lejjebb viszik, hanem nem tudnak magukkal az emberek mit kezdeni. Hát gondold végig. Hol van az embereknek sikerélmény? Hát elér valamilyen anyagot, kifestettük a lakást, de szép, meddig fogsz neki örülni? Életed végéig? Biztos, hogy nem, mert megint koszos lesz egy idő után. Érted?
Hát az anyaggal ez a baj, hogy ezt mindig le kell cserélni. Érted? Hát nem tud tartós örömöt adni. A küldetésed felé haladás, na az tud örömöt adni. Érted? Mert azt sose tudod befejezni. Az sosincs olyan a küldetésednél, hogy jó, akkor teszünk egy pontot a végére. Vagy egy pipát a végére. Érted? Na, megcsináltam. Nincs ilyen. A küldetésed az örökké javítható. Hát gondold végig. Az olyan, mint a tudás. A tudásnak sincs vége. Mindenkinek a tudása fejleszthető. Végtelenség. Érted? Hát gondold végig, mennyi olyan dolog van a Földön, amihez halvány lila dúsztunk sincs. Tudás. Tudás. És mennyi olyan tudás van, amihez halvány lila dúsztunk sincs, vagy dúsztunk sincs, nekem van, dúsztunk sincs, pedig lehetne használni a mindennapokban. Mondjuk ezeken a területeken. Mutatom, jó? Igen, csak valahova elkóbászott az egerem. Melyik az egerem? Ja, összecserélődött. Jó, oké. Okay. Jó, tehát. Itt van ez a 10 terület. Jó? Mindenki ezen a 10 területen tökéletesen működik? Most ha mindegyik területet külön-külön, mondjuk egy 10-es skálán osztályozni kellene, hogy milyen jól működsz azon a területen, akkor vajon hányast adnál? Gondold végig. Külön-külön mindegyikre. Hát amelyik neked nincs, ott 1-est tudsz adni. Ott nincs 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, nincs. De amelyik területed nincs, az karó. Oké? Nekem már nincsenek szüleim, karó. De mégis sokkal jobban tudom, hogy hogy kell a szülőkkel bánni, mint a legtöbb ember. Érted? Sőt, tanítom is, hogy hogy kell bánni a szülőkkel. Hát most gondold végig, hány olyan embert ismersz, akinek a gyereke mondjuk nagyon messze, külföldön él a szülőkhöz képest. Ismersz ilyeneket? Tehát onnan kintről biztos jól bánik a szüleivel, nem? Tehát én a szüleimtől 1 kilométerre laktam. 1 kilométer. Az egyik gyerekem az 1 kilométerre lakik tőlünk, a másik másfél. Oké? Okay? Tehát 2 fiunk van. És rendszeresen találkozunk velük. Érted? Ami azt jelenti, hogy nem 3 havonta egyszer rendszeresen, hanem hetente többször is. Akár. Érted? Jó, de nálunk ilyen alternatívák voltak. Én nem akartam messzire elköltözni a szüleimtől. Tudod? Nem is költöztem. Jó, tehát mondom, gondold végig, osztályozni kellene. Tehát nem mondjuk olyan 7-es, 8-as, 9-es alapon kéne működni, vagy 10-es alapon. Jó, a 10-es az a tökéletes, az sose lesz senki. Én se. De mondjuk 7-es, 8-as, 9-es, vagy legrosszabb esetben 6-os, nem? Nem jó lenne? Ha lehetne osztályozni? Tehát nem kellene ezeken a területeken fejlődni? Itt van, ez a 11 év múlva lévő világ vége. Vagy lesz szeretetkor, vagy megyünk a levesbe. Érted? Ennyi. Nincs választásunk. Ez van. És ez, nem hiszem, hogy így lesz. Jó,
Hát ha nem hiszed, sokkal rosszabb lesz, tudod miért? Mert az, ami a 35 után lenne, az sokkal rosszabb lesz, mint ha meghalsz. Sokkal. Érted? Gondold végig, hova halad az emberiség? Hol lesz 11 év múlva? Gondoltad volna 11 évvel ezelőtt, hogy az lesz, ami az elmúlt 11 évben volt? Biztos nem. És megnézed, minden gyorsul. Nem lassul, gyorsul. Minden hamarabb történik. Tehát vagy teszel azért, hogy szabad legyél, az pedig a szellemiség. Hát vagy nem. Ha nem, nem lesz más választásod, inkább a halált választod, mint az, hogy tovább élj. Nem vicc. Ez komoly. Tehát nem ismered kellőképpen a halálnak a működését. Nem ismered. Én tudom, hogy hogy működik. Nem azért, mert megéltem ebben az életemben, hanem mert megtanítottak rá. Érted? És nagyon sok ember, nézd meg, amikor már annyi baja, gondja van, akkor inkább a halált választja, mint az életet. És miért akarsz ide jutni? Ahhoz, hogy az ember jól működjön ezeken a területeken, és képes legyen szeretni, 9 év tudás kell. 9 év. És ez megint numerológiai összepasszol. Minden évben mást kell megtapasztalnod. És 9 éves forgásban vagyunk. Onnantól, hogy megszülettél. 9 éves forgásban vagy. Szellemileg. Testileg 7 éves forgásban vagy. 7 év alatt cserélődik le az összes sejted. De szellemileg 9 éves forgásban vagyunk. És ez gyönyörűen lekövethető mindenki. A numerológia az egy sokkal egyszerűbb dolog, mint az asztrológia. Sokkal. Ugye nejem az asztrológiát előbb tanulta, mint én a numerológiát. Most már ő is inkább numerológiai lapon közelít az emberekhez, mert sokkal egyszerűbb. És gyönyörűen ott van minden. Hogy kinek mi a küldetése? 5 percen belül bárki el tudja mondani, aki itt foglalkozott ezzel a dologgal. Érted? Az ismerősének. Tehát azt értsd meg, hogyha szellemiségről van szó, akkor ott emberek segítéséről van szó. Ha embereket segített, te sem fogsz rosszul járni. Mert az egész rendszerünk úgy van kialakítva, hogy annak a pici tandíjnak, amit itt fizetsz, annak is a 76%-a vissza van juttatva azoknak, akik abban részt vesznek, hogy legyenek tanulók. Érted? Nem találkozol még egy olyan rendszerrel, ahol ilyen mértékű visszajuttatás van. És akkor lehetne úgy számolgatni, hogy mondjuk egy egyszerű szám, 10 000 forint, vagy mondjuk 6,4 milliárd ember tanulna, az akkor hány forint havonta? Ez nagyon sok, nem tudom, tudod, nagyon sok. És akkor mi nekünk magyaroknak ez lenne a küldetésünk, hogy egy magasabb rendű tudást vigyünk el az emberiség számára. Nekünk kellene ezt megcsinálni, mert ugye minden jóslat ezt mondja. Hát a mintát tudnánk mutatni az aranykorra az emberiségnek. Érted?
Mert mi lennénk az első a bolygón, amelyik megcsinálná az aranyból. Mi magyarok. És akkor annak a mintának alapján csinálnák tovább az összes többi nép. Nem. Nem ország, nép. Oké? Nem csak Magyarországon tanulnak, a tanulóink több mint 20%-a nem Magyarországon élő. Oké? Jó, köszönöm szépen a figyelmeteket. Visszaadom a szót a házigazdáinknak. A részletekről még ők is fognak beszélni. Szeretlek benneteket, sziasztok! Szeretném megköszönni vezetőnknek, Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt az jó előadást. Ma már elmondhatom, hogy életem legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam a PPH-hoz. Én is a múlt században születtem, ahogy mesterünk említette a képzés elején, és az anyagi világban kezdtem el szorgalmasan tevékenykedni. És tehát az életem példáján tudom alátámasztani, hogy működött ez az én esetemben. A 2000-es évek elejétől ez nálam is elkezdtek jönni a problémák, mint családi szinten, majd később betegség szintjén, és utána pedig anyagi szinten jöttek a problémák, és tehát nem tudtam egyszerűen megérteni, hogy ezek miért vannak, mit kéne másként tennem, és ugye a problémák, betegségek miatt jártam kezelésekre, jártam tanfolyamokra, mert szerettem volna tudni, hogy hogyan lehet ebből kikeveredni, vagy mi lenne igazából a megoldás arra, hogy az életemet boldogan éljem. Mert nem tudom, én gyerekkoromban is volt egy olyan, tehát én szerettem volna sokkal boldogabban élni, mint a szüleim. Tehát ez valahogy bennem volt. És a tanfolyamokon, a terápiákon, képzéseken ott hallgattam, vagy hallottam információkat, de soha semmi, tehát azt nem mondták el, hogy miért van, csak így csinálj, úgy csinálj, jobb volt, és utána jobban éreztem magamat, de igazából arra kellett rájönnöm, hogy nem oldódnak meg a problémák, vagy tehát akkor utána se ilyen simán mentek a dolgok, ahogyan én azt elképzeltem, és mindig kerestem, előadásokat hallgattam esténként, míg nem egyszer átaláltam Szedlacsik Miklós előadására, és pedig addig előtte még soha nem hallottam Szedlacsik Miklóstól előadást, de azt az előadást meghallottam, vagy meghallgattam, és egyből éreztem, hogy nekem itt a helyem, mert ahogy összefüggéseiben beszélt a dolgokról, rengeteg megértést adott az egy előadás is, és utána, ahogy elkezdtem tanulni, szépen folyamatosan mindenre választ kaptam arra, ami korábban történtek velem. És ez óriási segítséget adott nekünk abban, hogy jobban éljük az életünket, mert még azt el szeretném mondani, mikor jöttek a problémák, tehát az önmagamban vetett hitben eléggé meginoktam, és ugye tényleg, hogy az ego, meg, tehát hogy megnövekszik, és amiket tanulunk, az teljes mértékben az életemben jelen voltak, hogy minden így működik. És a tanulás hatására nem egyszerre, mert ugye ezt meg kellett értenem, meg kellett tapasztalni, vagyis fel kellett ismernem, hogy mi az, amit nem jól csinálok. És tehát időről időre szépen egyre jobban kezdett alakulni az életünk. És még olyan hibát is elkövettünk például, hogy
az anyagi létből a szellemi létbe úgy mentünk át, hogy nem volt átmenet, hanem tehát mi az egyik oldalról a másik oldalra csapottunk. Tehát, hogyha ez így nem jó, akkor csináltuk mindig a teljesen az ellentétes oldalát. És hogy ez így nem működik. Tehát, hogy mindig meg kéne találni a középutat, vagy úgy menni, hogy folyamat, vagy... Tehát nem úgy, hogy egyik oldalról a másik oldalra, hanem szépen folyamatosan átmenetben, hogy mindent véghez vinni. És tehát ha nem találkoztunk volna Szedlacsik Miklóssal, és nem kezdtünk volna eltanulni, akkor valószínű, hogy soha nem keveredtünk volna ki ebből a probléma halmazból. És tehát itt olyan tudást kapunk, ami minden ember életére rendkívül pozitív hatással van, és Szedlacsik Miklósnak van egy olyan célja, tehát az aranykor létrehozása a Földön, és amikor én ezt az előadást meghallottam, én is szerettem volna részt vállalni ebből a feladatból, és hála Isten azóta már egyre több embernek tudjuk átadni ezt az életérzést, és egyre többen csatlakoznak, tehát kinyílik az embereknek a szeme, és megtapasztalni azt, hogy először hogy vált a mi életünk is jobbá, és ahogy csatlakoznak a PPH-hoz a tanulók, és láthatjuk azt a folyamatot, amikor ide jönnek tanulni, akár tele problémával, és a tanultak hatására, hogy változik pozitív irányban az életük. Ez nagyon-nagyon jó látni. És a türelmetlen, idegesebb emberekből, hogyan válik egyre kiegyensúlyozottabbá az ember, és ugye, hogy ez a családjukban is, hogy alakul. Tehát ezt nagyon jól látni. És ezt a feladatot örömmel csináljuk, mert tényleg megtapasztalni azt, hogy amit szellemi szinten tudunk átadni, segíteni embereknek, tehát az nem mérhető össze az anyagi életben megélt bármilyen sikerrel. Ezt kijelenthetem. És ha te is szeretnél egy jobb világban élni, bocsánat. Ez az én szövegem. De még előtte én is mondanék pár szót. Nekem volt most az előadás alatt egy hatalmas felismerésem, ezt megosztanám veletek, mert azt gondolom tanulságos lehet. Ugye mondtam az elején, hogy könyvelőirodám volt régen, tehát most is nyilván foglalkozom a saját cégünk könyvelésével, de nem ez a fő tevékenység, hanem amit itt csinálunk. És elkezdtem, ugye ki van vetítve ez a 10 életterület, hogy ugye szó volt arról, hogy a küldetésünk egy olyan cél számunkra, ami nem teljesítjük be sose, de mennyit fejlődünk az alatt, amíg odaérünk a küldetésünk felé, ahogy tartunk. És így belegondoltam, hogy hát tulajdonképpen a könyvelés számomra az is egy ilyen mókuskerék volt, hogy ott annak se volt sose vége, mert ugye annyi a dolog, azzal anyagi dolog, hogy nem tudsz hátradőlni, hogy na, ma mindent befejeztem, és minden rendben van. És ez egy örökös feszültséget okoz az emberben. És így végig gondoltam, hogy hát akkor nézzük, hogy milyen lehettem én akkor a 10 életterületem, mert akkor még nem tudtam, hogy van itt 10 életterület. És akkor így belegondoltam, hogy milyen voltam önmagammal. Hát éjjel-nappal dolgoztam, kimerült voltam, nyilván nem voltam jó állapotban, jó kedvű is ritkán. Tehát, hogy
Akkor itt, nem tudom, talán kettest talán adnék magamnak, mert azért enni meg aludni néha azt megtettem. Milyen voltam a párommal? Hát milyen lehet egy párnak egy nyúzott feleség, tehát az biztos, hogy nem voltam jó partner. Milyen voltam a szüleimmel? Nyilván ritkán találkoztunk, akkor a fáradtságtól és az egóharcokkal megbeszéltük ugye a mindennapokat, mert az sem egy túl jó minta. A gyerekeinkkel, ugye, Jácint mondta az elején, ugye nekünk 6 gyerekünk van, és hát mindegyikben, mindenhol ott is, ahogy ugye mondta Jácint, hogy ott azért elég sok megpróbáltatás probléma volt, mert nem tudtuk az élethelyzeteinket helyesen kezelni, nem tudtuk megoldani őket. Hát nyilván a gyerekekkel is folyamatos konfliktus volt. Egy gyerekkel is van feladat, 6 gyereke meg 6-szor annyi, vagy még több. Milyenek voltunk másokkal? Vagy voltam? Hát nyilván azért, akik itt vannak, akik ismernek korábbról, azért, ha a számisztikához visszamegyünk, ugye a nevemben, születési dátumomban összeadva nagyon sok egyes van, szám szerint 9. És még a küldetésem is 11-es. Tehát ez pedig ugye egóhegyeket jelent. Tehát onnan indultam, mikor ide jöttünk. Tehát másokkal sem bánhattam jól, hiszen meg még ugye másodikán születtem, tehát én mindenkinek jót akartam, mindenkinek segíteni akartam, azt is át akartam kísérni a zebrán, aki nem akart átmenni a túloldalra, mert én mindent jobban tudtam, és mindenkinek ezt meg is mondtam. Kisfejeztem. Tehát, hogy ez sem, ott sem működtem jól, nem is próbálok adni magamnak tosztázatot. A mai szememmel, akkor nyilván 10-est adtam volna, mert hát én csak jót akartam mindenkinek. Aztán a munkámmal kapcsolatban, tehát mondtam, hogy éjjel-nappal dolgoztam, de mégsem éreztem azt, hogy ezért kapok én elismerést, ennek van valami eredménye, mert csak éppen mindig annyi eredménye volt, amivel végeztem, mert már jött a következő. A pénzzel, hát a pénzem az nem volt azzal arányos, amennyi munkát elvégeztem, mert minden vállalkozó akkor is ugye csúnya szólva élve mindenki elmondta, hogy ő milyen rossz helyzetben van, beleláttam nyilvánvalóan, de azért ők elmondták, hogy milyen rosszul megy nekik, és hát mindig én voltam az, aki hát jól van, akkor majd a következő hónapban, tehát hogy tehát nem, nekem soha nem volt az erősségem, hogy megmondjam, hogy mennyit ér az én munkám. Tehát egy ilyen, azért is mentünk rá a könyvelőirodán, mert én egy alul fizetett könyvelő voltam. Ezt biztos manapság nem tudják elmondani a könyvelők, mert hallottam újabban árakat, de akkor én így működtem. Nem volt jó a kapcsolatom a pénzzel. A környezetemmel, hát szinte alig léptem ki a házból, tehát olyan nagy kapcsolatom, elmentem a boltba. És ennyi volt. A hatóságokkal, na ővelük volt kapcsolatom bőven, nem mondom, hogy negatív kapcsolatom volt, mert mindig igyekeztem tőlük, velük kedves lenni és segítséget kérni, mert rájöttem arra, ha segítséget kérek, akkor, és kedvesen teszem, akkor ők segítőkészek, tehát nem ellenségesek az emberrel. Ez sok vállalkozó nem így teszi, hanem mindjárt oda megy és veri az asztalt, pedig van ő nekik is jó oldaluk. Nyilván rossz helyen dolgoznak azok az emberek, de van köztük jó ember. És aztán a 10. terület ugye az Istenemmel. Nem azt mondom, hogy nem tudtam, hogy van, de hogy foglalkozni ezzel a témával nem tudtam, az biztos. Ma viszont van időm arra, hogy minden egyes nap kapcsolatom legyen vele, és ez épít, ez emel engem. Tehát a most, hogy az ember a küldetése útján halad, tehát látom azt, hogy van időm foglalkozni önmagammal, még az utóbbi időben kiderült, hogy ezt még kéne erősítenem, tehát nem csak másokat előtérbe helyezni, de már sokkal jobban állok magammal, mint korábban. A páromra is sokkal több időm van, és nem ezt ő cáfolja, még több kéne, még több idő együtt. Igen, mert sokat foglalkozunk másokkal, a csapatunkkal, más emberekkel, és azért néha ráébredünk arra, hogy kell a kettesben levő idő is, majd még ezen dolgoznunk kell. Hányost adnál nekem?
Majd otthon megbeszéljük. Nem mer keveset mondani. Jó. A szüleinkkel is sokkal jobb a kapcsolatunk, nem azért, mert ők megváltoztak, hanem azért, mert mi megváltoztunk, és elfogadjuk már őket olyannak, amilyenek, és már nem akarunk velük vitázni, harcolni. A gyerekeinkkel is sokkal jobb a kapcsolatunk, azt gondolom, ugye ha a gyerekünkből 5 tanul itt velünk, úgyhogy ővelük könnyebb most már sokkal szót érteni, ők is ezt a mintát viszik most már remélhetőleg tovább, hiszen tanulnak, és nem azt a mintát, amit mi hoztunk, és amit rosszul csináltunk. Másokkal is egyre jobb a kapcsolatunk, azt gondolom. Ez talán bizonyítja azt is, hogy egyre nagyobb a csapatunk, egyre többen vagyunk, és egy igazi szeretett csapat van körülöttünk, akikből most nagyon sokan itt vannak, és ennek nagyon-nagyon örülünk. Aztán a munkánk az most, vagy az én munkám, együtt csináljuk, ugye, de azt gondolom, hogy ennél nagyobb örömet nem tud jelenteni egy munka, mint amit most csinálunk, hogy a küldetésünk felé haladunk, és egyre több embernek segítünk abba, hogy ők is erre rátaláljanak, és ők is ezt csinálják, mert őnekik is ez örömet okoz. És a pénzzel a kapcsolatom egyre jobb, mert hogy egyre több van, és nem azért, mert ezt tűztem ki célul, hanem a célunk az, hogy teljesítsük a küldetésünket, hogy egyre több embernek tudjunk segíteni, egyre több embernek mutassuk meg azt, hogy érdemes felébredni, és érdemes látni azt, hogy a szellemiség az egy olyan út, ami lehet, hogy sosem ér véget, de ez nem baj, mert ezáltal nagyon-nagyon sokat fejlődünk, és egyre jobb emberekké válunk, és egyre jobb kapcsolatokat tudunk kiépíteni, és egyre többen leszünk ilyen emberek. És ez csodálatos, és ezt a fentiek anyagiakban is megjutalmaznak minket ezért. A környezetünkkel is nyilván ezáltal, ha mi jól vagyunk, jobban vagyunk, akkor azzal is jobb a kapcsolatunk. A hatóságokkal egyre kevesebb a kapcsolatunk, és az úgy van jól. És a teremtőmmel is nyilván egyre jobb a kapcsolatom napi szinten is, tehát egyre jobban vagyunk egymással. Tehát nagyon nagy változást hozott az életünkbe az, hogy itt tanulunk a Nyílt Akadémián Szedlacsik Miklóstól, és azért is, ugye mondtam, hogy kettes a születésnapom, és nagyon fontos egy kettesnek a családja, a gyerekek, és ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen jövőt mutatunk nekik, milyen jövőt mutatok én, mint anya, hogy a lányaink, akik anyák lesznek, vagy már anyák, hogy ők is olyan mintát tudjanak továbbadni, ami egy jobb élet felé viszi a gyerekeiket, az unokáinkat. És öröm látni, ahogy egyre boldogabban élnek ők is. Meg hát mi is, mert általuk mi is boldogabbak vagyunk, de a mi életünk is egyre boldogabb ettől a tudástól. És én csak azt szeretném javasolni mindenkinek, aki még nem tanul itt, hogy ha szeretnél egy jobb világban élni, szeretnéd, hogyha a gyermekeid, az unokáid egy békésebb és boldogabb világban élnének, akkor ne halogass, és kezdj el tanulni. Kezdj el a tudás útján járni, azt itt megkaphatod a Nyílt Akadémián. A tudás az tulajdonképpen egy fényt mutat az életünkbe, hogy merre kell haladni. És ez nagyon-nagyon fontos, mert ezzel tudunk egy olyan életet élni, amit valójában szeretnénk, meg amiért születtünk, mert nem azért születtünk, hogy szenvedjünk, hanem hogy boldogok legyünk, és megtaláljuk ezt az utat. És ezt a tudás adja meg nekünk. Úgyhogy várunk szeretettel, és itt nálunk minden szerdán és vasárnap van képzés, tehát nem csak hében-hóban,
hanem folyamatosan, egy hónapban átlagosan 30 óra képzésünk van. Ennek a piaci értéke, a havi tandíja piaci értéke 200 ezer forint, több mint 200 ezer forint, viszont akciósan most 19.700 forint, sőt a második hónaptól csak 12.500 forintba kerül. Ez azt jelenti, hogy az első hónap 660 forintba kerül, a második hónaptól pedig 420 forintba kerül egy órányi képzés. Semmilyen oktatást, képzést, korepetálást nem kapsz ennyi pénzért, hanem ennek a sokszorosáért. És most ezért ráadásul még kaphatsz egy ingyen szabad életet eredményező jövedelemszerző tevékenységet, lehetőséget is. Ha megteheted, próbáld ki nálunk a tanulást minimum 3 hónapra, mert annyi idő minimum kell ahhoz, hogy átlásd, hogy mi folyik itt, mert aki csak úgy belecsöppenik, az biztos vagyok benne, hogy nem látja át, hogy mi történik, és milyen lehetőség van a kezében. A 3 hónap képzésdíja az 44.700 forint. Úgy gondolom, hogy ez ennél sokkal több, vagy nagyobb összeget elköltünk bárki más dolgokra, mert hogyha kiszámoljuk, akkor az első hónap tandíja az 660 forint, a második hónaptól 420 forint, egy óra képzés, tehát hogyha most megnézzük, hogy ez a pénz mit ér most, tehát igazából ez olyan kicsi összeg, hogy igen, felbecsülhetetlen tudást ad, és aki ezt nem így nézi, az el se tudja képzelni, hogy a tudatlanságnak lehet, hogy százszorosát kifizeti majd, mert hogyha elkezd tanulni, akkor ahogy a mi életünk is, és ahogy látjuk a tanulóknak az életét is, hogy egyre jobbá és boldogabbá válik. Tehát ezek tapasztalatok, és ezért nagyon-nagyon jó szívvel és szeretettel ajánljuk mindenkinek ezt a képzést és tanulást. Amennyiben szimpatikusnak tűnik számodra az ajánlatunk, a személyes részvételed esetén most egyszer betekinthetsz a szünet után következő coach képzésünkbe. A szünet után egészségteremtő coach képzésünk lesz, amelyen ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik.